Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. Egy óra alatt 6000 halálos fenyegetést kaptunk, és csak arra figyeltem, hogy a versenyzőim lehetőleg kifordított melegítő felsőben járjanak Kínában, nehogy megtudják, hogy magyarok vagyunk. Ezzel a mondattal sokkolt a Bánhidi Ákos a közvéleményt itt a Csisztus Podcastban, amikor arról mesélt, hogy mennyire nehéz és összetett feladatai lehetnek akár egy gyorskorcsolya vezetőedzőnek, ha a versenyzőinek a legjobbat akarja. Szeretettel köszöntök mindenkit, folytatom a Best of Csisztus Podcast sorozatot, most az edzők és a top sportmenedzserek szempontjait vetem össze. Mert hogy például Mertz Tamás könnyeiket törölgető férfi vízilabdázókról, Károly Andrea szinte ájulásig fáradó női 3x3-as kosarasokról mesélt, miközben arra sem volt még példa nagyon a hazai médiában, hogy három top sportmenedzser, Szoboszlai Dominik, Hanga Ádám és Milá Kristóf, Fucsovics Márton, valamint Bai Balázs menedzserei együtt egy műsorban kendőzetlen őszintességgel beszélnek a profitról, a veszteségekről és mindarról, hogy mi teszi a bajnokot márkává és eladhatóvá. Edző óriások és profi menedzserek most nálam a Csisztus Podcastban. Talán az egy fontos erény, hogyha valaki edző lesz és csapatot, válogatottat visz, hogy egy picit tudjon a játékosok fejével is gondolkodni, egy picit belelásson a fejükbe, hogy mi történik. Én sokszor azt gondolom, hogy jobban tudom azt, hogy mit gondol a játékos, vagy hogy fog teljesíteni egy bizonyos helyzetben, mint ő maga, mert még ő maga sem ismeri annyira egymást. Persze nem mindig így van ez, de ez vannak ilyen. És hát mindig reagálni kell az adott helyzetre. Tehát egy dolog, amit eltervez az edző, és azok alapján, amiket lát és történik a hétköznapokban, az alapján nagyon sokszor módosítani kell, és annak függvényében egyébként milyen csapata van, hogyan tud vele dolgozni, hogyan folyik a program. Most például nagyon aktuális, hogy most nagyon nehéz például tervezni ebben a mostani időszakban. Tavaly nyáron, amikor a világbajnokságon ugye ezüstérmesek lettünk, és még voltak nemzetközi tornák, és kiutaztunk Olaszországba, hát nem tudom már hanyadik meccset játszották, a tűző napon 36 fok volt, tehát agyrém azért ilyen viszonyok között játszani, és a bemelegítésnél láttam rajtuk, hogy itt a világ vége. És ugye előtte a VB ezüstéremmel értük el azt, hogy kvalifikálhatunk az olimpiára. És úgy összehívtam őket, és mondtam, hogy lányok, én elhiszem, hogy fáradtak vagytok. Itt mindenki fáradt, de itt rajtatok kívül senki nem mondhatja el azt magáról, hogy jövőre az olimpiáért fog küzdeni. És mondom, ez vigyen titeket előre, ma is, meg holnap után. És tőle mentek a bemutatásra, és így táncikálva mentek be a pályára. És így mondom, jó van akkor. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az individuumokat kezeljük, tehát hogy a short track az egyéni és csapatsport egyben, tehát van, hogy összeállnak a váltóra, de és együtt edzenek, tehát olyan short track-es még nem született, aki menő lett és egyedül próbálkozik, tehát ez egy csapatban lévő felkészülésünk van, de abszolút figyelni kell mindenkinek az egyéni rezdüléseit, és ezeket úgy kell kezelni, az a lényeg, hogy egy kézben legyen a cukor is, meg a korbács is. 2003-ban hagytam abba a játékot, és 2009-2010-es időszakig voltam felszolgáló Olaszországban, kidobó Angliában, Belgiumban követtem öcsémet, ott is alkalmi munkák, mert hát az egyetlen egy ügynöki díj. És az nem sok, viszont szerettem volna megtanulni kívülről, hogy hogyan működik ez az egész. Volt benne mindig egy nagyon nagy nyitottság az európai toppiacra, és ahogy te is mondod, testvéremet először, mint báty, aki tud félti és megpróbál segíteni, és utána később sorba jöttek, de mínuszból indultam Magyarországon, nagyon sokan nem bíztak bennem. 2009-ben lett öcsém a évjátékosa, és a 2007-8-tól lett több válogatott játékosom, és az Ádámmal, ugye majdnem Hanga Ádámról beszélek, másfél évtizedre ismerjük, családi barátságból lett ugye szakmai munka, és 2009-2010-től képviselmet. Alapvetően azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember szeresse azt, amit csinál. Ez nem a mi szakmánknak
a specifikuma, hanem szerintem az összes hivatásban ez a legfontosabb. Természetesen az emberek nyitottnak kell lenni, az ügyfelekkel kapcsolatban kell empátiával rendelkezni, kell azért egy kis fokú üzleti érzék is azért, mert a nap végén nyilván mindannyian vezetünk egy gazdasági társaságot, aminek a lényege az, hogy ez működjön. Megfelelősséggel tartozunk azokért az emberekért, akik nekünk ebben segítségünkre vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles spektrumban kell sokat tudni az embernek. Elég komolyak a tradíciók, és azért sok fürdetést láttunk már. Viszonylag nekem is friss az élmény, hogy volt ebben részem, bár volt kisebb nemzetközi tornák voltak előtte, és amikor nem szerettem volna, hogy egy fürdés legyen a vége, de hát itt a Budapesti Európa Bajnokság után mindenképpen szerettem volna, és ha nem is mondanak köszönetet de szóban, de amikor összenéz egy játékos egy edzővel, akkor tudja szerintem, hogy benne van esetleg az a köszönetnyilvánítás, amennyiben ez szükséges. Nagyon sok esetben itt sportolókat képviselünk, de például én nagyon sok játékosommal együtt éltem át azokat a dolgokat, mint például a családalapítás, a részese volt a házasság. Én 36 éves vagyok, és a legtöbb játékosom ugye még aktív volt, aki már abba hagyta. És nem csak az ügyfelünkkel kell elfogadtattunk úgymond magunkat és az elképzeléseinket, hanem egy családdal. Nagyon fontos az emberi oldala ennek a munkának. Tehát amikor a családról beszélünk, persze lehet sok pénzt keresni, meg sikeresnek kell lenni, meg minden, de a nap végén azért az embernek egy élete van, és abban kellene jól érezni magát. Szóval nekem az egy nagyon fontos, ha már küldetésről beszélünk, nekem az egy nagyon fontos küldetésem, hogy magammal szemben igazából, hogy azok a játékosok, akik úgy döntenek, egészen fiatalon, azok a családok, akik fiatalon mellettünk döntenek, azok, ha együtt eljutunk a karrierjük végére, mert nyilván a cél az minden esetben ez, akkor úgy tudjanak visszatekinteni erre a 15-17 évre, hogy igen, több lett az életem, és nem azért, mert a bankszámlámon 1 millió euró helyett 1 millió 200 ezer van, hanem azért, mert kaptam ettől a karriertől emberileg. Nem egy 8-tól 4-ig munka. Itt mi az ügyfeleinkkel karácsonykor szülinapon, nekem az öcsémnek 2017-ben a édesanyám nagyon mérges volt rám, fel kellett állni az esküvői asztaltól, és mi 35 percet az Ádámmal beszéltünk, tárgyaltunk a Barcelonával. És mondta édesanyám, nagyon szeretem az Ádámot, de kisfiad egyszer házasodik remélhetőleg, és egyszer is fog. Szóval nálunk nem úgy van, hogy letesszük a munkát, és akkor nagyon sok időt töltünk fizikálisan. Igen. Az utazások során. Gyakorlatilag a családotok részévé válnak a menedzseltjeidek. Lehet-e? Lehet-e? Ugye nagyon sokszor azt mondják, egy másik hivatást idehozzak, hogy egy orvos, akármennyire is fontos számára a beteg, kell, hogy tudjon tartani egy bizonyos távolságot, pláne mondjuk nagyon súlyos esetekben. Pszichésen nem működik. Ezt értem, de tulajdonképpen annyira rá kell, hogy hangolódja a menedzseltedre. Kölcsönösen. Ez heti 7 nap, 24 óra. Szerintem bárminket megkérdezed, nem adná le. Én mondjuk talán itt ármúgó, én vagyok még szabad ügynök. A többieknek már mind családja van. Szóval nem esik, ez nehezünk. Igen, ezen van a hangsúly. Ezt szívesen csinálja az ember. Amikor ügyvédként ugye járok el, ott nagyon sokszor ugye nehezemre esnek ügyek, dolgok. Az szakmai azt, muszáj, azt ugye? Próbálom néha ugye átadni a kollégáknak, meg ugye az irodában, akikkel együtt dolgozom. Míg itt ugye a sportmenedzseri része, azt meg mindig, hát nem mindig, de általában megpróbálom, ugye, hogyha van a Balázsnak, a Kristófnak vagy a Marcinak valami dolga, azt ugye magamhoz kérem, nem szeretném, hogy más csinálja, mert én ezeket ugye szívesen csinálom, meg felelősséggel tartozom. Én mindig úgy közelítem meg, hogy az a pohár félig tele van, vagy félig üres? Félig tele. Félig tele? Én mindig. És ezt Ádám is ezt mondaná, megkérdezni? Ezt meg kell kérdezni tőle. Jó. Ezt meg kell kérdezni, talán lesz lehetőséged. Jó, de hát remélem, hogy lesz. Az én véleményem az, hogyha lenne még 3-4 srác, aki az Euroligában játszik, vagy komolyabb bajnokságban, akkor lehetne bennünk egy kis hiányérzet, az Ádám jutott az NBA-ig. Én azt tudom mondani, hogy az Ádám, én, a kollégáim, mindent megtettünk.
viszont ez egy üzlet. Ákos, és mi van akkor, amikor az a négy ember fellép az olimpiai dobogó legtetejére, és utána, amikor eljönnek, akkor egyszer csak az ötödiknek a szemébe kell nézni? Aki nem lett bajnok, aki nem fog olimpiai járatékot kapni, akinek az élete onnantól kezdve soha nem a reflektorról szól. Az volt a mi szerencsés helyzetünk, nem az, de hát ez egy tény, tehát ez velünk eddig egyszer történt meg, mint hogy a magyar sportban is ez egyszer történt meg. Eddig olyan... Ez a bizonyos történelmi pillanat, ez igen. Ez és hadd nevesítsem, hála Istennek egy olyan személy volt az ötödik ember, dr. Olá Bence, mert azóta ledoktorált, aki egy végtelen intelligens, normális rác, aki a legutolsó pillanatig készen állt, folyamatosan ugrásra készen ott volt, hogyha bármi ok lenne arra, hogy be kell szálljon, és a legmagasabb nívon mutatta ki az önzetlenségét és a támogató ott létét. Tehát, hogy nagyon szerencsés helyzetünk volt, hogy egy ilyen intelligens fiú volt abban a szerepkörben, tehát nem volt nehéz dolgunk. Szerintem én azt gondolom, hogy folyamatosan vívódik egy edző, én magam is, ugye durván egy 5-6 hetes felkészülésünk van, ott egy 5-6 játékossal többet szoktam behívni, mint a végső 13-as keret, ami a... Tehát potenciálisan tudod, hogy lesz 5-6 olyan ember, akinek fájdalmat kell okozzál, akármi is. De már az is egy döntés egyébként, hogy ki az, aki megkezdi a felkészülést, akivel bizalmat szavazok, az is már egy nagy döntés helyzet, majd utána ugye leredukálni arra a 13 játékosra. Ezek álmatlan éjszakák egyébként, folyamatosan zajlik ez a folyamat a felkészülés alatt, és hát ahogy közeledünk ahhoz a helyzethez, meg kell mondani a játékosoknak, hogy ki lesz az utazó az aktuális eseményre, egyre kevesebbet alszom. Úgy érzem, hogy a világversenyeken elért komoly eredményeink után, legalábbis én bennem, az az eufória, amikor eljövünk a palánk mellől egy ilyen 5-10 perc, aznap még érzem az egészet, sőt, mikor megyünk haza akkor is, de onnantól fogva, hogyha a következő nap jönne a következő verseny, ugyanúgy élném meg annak az összes feszültségét, izgalmát, hogy már pedig azt meg kell csinálni. Ha Dominika négy szem közt beszélgetünk, akkor nekem nem kell egyeztetnem az apjával, hogy most azt mondjam neki, hogy figyelj, ezt nem vagy igen, hanem nyilván ebben megvan a, csúnyán mondva, megvan a jogköröm. Jó, de kicsit azért ennél legyünk konkrétabbak, tehát hogy van-e olyan terület, nem, amire úgy érzed, hogy erre már nem nyilván fölhív, és akkor mondja, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy akkor vennék egy autót. És mondja ő? Mondja ő. Igen, és te erre azt mondod? Nyilván én nagyon kedves vagyok, és akkor kezdünk beszélgetni arról, hogy ugyan milyen autóra gondoltál, kedves barátom. És hát elmondja az ő... Ezek a jó problémák azért. Igen. Ezek igen. A jó... Elmondja az ő elképzelés. 400 millió lóerős gyakorlatilag felszakítja az aszfaltot. Igen, és akkor nyilván azt mondom neki, hogy nem. És hát csak ennyit mondasz, hogy nem azt mondod, hogy figyelj, én azt javaslom. Hát most már nem. Tehát volt olyan, amikor próbáltam. Tehát nem finomkodsz? Nem, volt olyan, amikor próbálkoztam azzal, hogy nem javaslom, és ha nem javaslom, az ugye az igen választ jelenti. Ez az ő nyelvén, a nem javaslom, az igen. Nem javaslom, az igen. Nálunk ugye, mint a futballban, ott kis túlzással mindenhol van pénzmozgás. Nálunk van egy szabályozás FIBA-nál, van egy bizonyos százalék a játékos után, ez egyik része. És ezt lehet tudni, mennyi? 10%. És utána pedig van a marketing aktivitás. Amikor jelentesz... Tehát ott ki tudod vágni a rezet, ugye? Tehát ott lehetsz. Ne, ott pedig ott is megvan egy 20-30%-os rés. De ott már a te ügyességed, de nagyon sok minden múlik, hogy mondjuk mit tudsz a menedzsernek. Ez saját, ez a bevett szokás az iparágban, de például a Giannis Antetokounmpo, amikor Amerikába került 2013 draft után, folyamatosan lett felépítve az amerikai és a görög kollégáinkkal. Elenyészőek voltak az első ilyen marketing dílek. Ott is, hogy mit vállalt el, Magyarországon kevés, nagyon sok olyan megkeresésünk volt, most Ádámról beszélek, amit csak azért utasítottuk, megköszöntük, átgondoltuk, azért utasítottuk vissza, mert sem közép, sem hosszú távon nem nyertünk volna annyit, és az Ádám olyan helyzetbe hozta magát az elmúlt 15 év során, hogy ezekre a marketing bevételekre ő neki nem a mindennapi megélhetéséhez nem fontos. Én mindig azt
nézem, hogy mit szeretnék hosszú távon elérni bizonyos transferekkel. Rengeteg szerelő fordul, hogy az ember ingyen dolgozik, azért, mert az a befektetés, az a váltás, azt gondolja, hogy hosszú távon jövedelmező. De természetesen, hogyha az ember egy olyan átigazolást csinál, ahol sok 10 millió euró mozog klubok között, illetve a játékos szerződése mondjuk egy 5 éves időtartamra 30-40 millió euró között, akkor egyértelmű, hogy sok pénzt keres. 0 és 50% között mozog a mi mesdjénk. Uh-huh. Tehát ugye itt most ebben benne van, hogyha mondjuk pénzdíj után kapunk bizonyos százalékot, ami lehet 5 vagy 10%, ez nyilván ez is minden megegyezés kérdése. Van, amikor nem kérünk semmit, mondjuk egy barter szerződés, vagy egy olyan első alkalmi megállapodás, de van, amikor elkérünk egy 50%-ot is, mert így állapodunk meg, benne van a sportoló is, és tudunk egy nagy szerződést. És win-win, mert hogy mindenki jó. És mindenki boldog, és örülünk, és boldogan az 50%-et is aláérek. Tehát 0 és 50% között mozog a mi munkadíjunk, ha lehet ezt így mondani. Hullott a könnyek egyébként akkor. Nagyon-nagyon szerette volna mindenki ezt az akkori aranyérmet, és itthon győzni. Tehát az itthon győzni, ez valami nagyon régóta nem jött össze a magyar válogatottnak. Mindig ott táncoltunk a peremén, de nem sikerült, ugye akkor nekem sem, azzal a csapattal. Csak ugye az idei januárban sikerült először, és ez egy igazi eufória volt. De visszatérve a 17-es bajnokságra, végül csak odaállt a csapat, hogyha visszanézzük a felvételeket, azért volt, aki egy ilyen nem túl igaz mosolyt, de azért odavarázsolt az arcára. Igen, ez nem volt őszinte mosolyt, tipikus őszinte esetben. Talán egyik sem volt. Az első VB-n az oroszoktól kaptunk ki, a másodikon a kínaiaktól, és ott igazából persze szomorúak voltunk, hogy nem sikerült, de mind a kettőről úgy jöttünk le, hogy mindent megtettünk érte. És hogyha azt látod a játékosokon, hogy tényleg nem volt aznap bennük több, akkor elértél mindent, igen. Már náluk is, minden szempontból. Én emlékszem, én átváltottam ilyen Terminátor üzemmódba, ahol nem felejtettem el, hogy ki vagyok. Nagyon komoly helyzet. Csak azok kedvé, akik nem tudják, hogy volt egy rosszul sikerült poszt, ami egy kisebb bonyodalmat okozott, ugye egy kínát sértő posztja volt Csabának, amit persze aztán levett, ugye a saját közösségi média felületéről, sőt bocsánatot is kért, de ez úgy tűnt, hogy ez nem elég. Hát valóban nem volt elég, és itt Európában nehéz megérteni azt, és aki esetleg nem járt abba az irányba, hogy ez ott mit jelent. Tehát ez nagyon súlyos dolgokat generált. Tehát, hogy egy óra alatt kaptunk olyan 6000 halálos fenyegetést a Csabira, ami... Ezt nem mondod komolyan. De. Tehát most az egy dolog, hogy mit írnak le, de én nekem csapatvezetőnk, én arra is kell gondolni, hogy ha kimész az utcára, akkor fordítsad ki a melegítő felsődet, hogy ne legyen rajta, hogy HUN, hiszen most én felelős vagyok. Miért felelős vagyok? Felelős vagyok mindenért. Ugye nyilván a Csabi egészségét is. Tehát, hogy én, nekem, hogyha sok minden fel lehet róni, de az biztos, hogy fel lehet róni, hogy én túl humános vagyok, hogy mindenki azzal jön, hogy én túlságosan közvetlen és humános vagyok az atléták. Ez biztos így van ebben a pozícióban, amiben vagyok, ebben azért keményedtem is, természetesen ezért is mondtam a Terminátor ügyet. De amikor ott kiderült, hogy mit okozott ez az egész, tehát hogy az edzőnőre a legmagasabb politikai szintről ugrottak rá. Olyan nyomást gyakoroltak, hogy a szállónak a 36. emeletén nem szívesen hagytam őt egyedül, a kolléganőmet. És a Csabinak meg azt mondtam, hogy egyrésztről megölnélek, másrészt meg megölelnélek egyszerre, mert a megölelés arról szól, hogy hát olimpiai bajnok vagy, és hogy nem igaz, hogy milyen melós vagy, és hogy mit tettél már az asztalra, másrészt megölni, nem lesz ennyire hülye. Tehát, hogy ott abban a sorban, amiben beálltunk egyébként, ami tovább tartott, hogy lejárjon, mint Japánból a repülőutunk, ott mindenki ugyanazt gondolta, mint a Csabi. Hát, hogy egyébként jogos volt, hogy elfogyott a türelme, csak ezt nem kellett volna a nagyvilág futtára hozni.
Tehát ott mindenki ezt gondolta abban a sorban, vagy legalábbis türelmet. Csak ő volt az egyedüli, aki ezt kiírta. Hát ő volt az egyedül, aki ezt kiírta, igen, és ez rettenetes nagy hülyeség volt tőle. Szerintem az Ádám már most egy komoly brand Magyarországon, sőt, én azt gondolom, hogy Spanyolországban jobban ismerik, mint Magyarországon. Részben én kint is éltem sokáig, látom, amikor kint vagyok vele. Mi a cél? Azt kell eldönteni hosszú távon. Ádámnak még van 3-4 éve, utána hogyan és mit szeretne csinálni. Az biztos, hogy ezzel a későbbiekben fogunk foglalkozni. Mi ilyen régi vágásúak vagyunk. Nagyon szeretünk nyerni, és mindent elkövetünk azért, hogy nyerjünk. Ugye mi is leülünk, beszélünk, megismerjük egymást, és nyilván kialakul, hogy ő mit szeretne. Ugye? És általában mi sportolóink ilyen konzervatívabbak, visszafogottabbak, tehát ezt most az egyéni sportolókról beszélek, ugye, itt Fucsovics, Milák, Bai. Ezek minden három sportoló azt mondta, hogy ők nem azok a típusok, hogy minden nap szeretnének posztolni. Ugye még csomószor mondják, hogy lehet, nem is szeretnék ezzel foglalkozni, foglalkozzatok ti. Akkor elküldjük nekik, hogy mi az, amit mi gondolunk. Akkor ugye van, aki azt mondja, hogy nem érdekli, rakjátok ki. Van, aki azt mondja, hogy hát azért ezt egy kicsit így kéne, meg úgy, tehát akkor elkezdi ő is ugye kicsit foglalkozni vele. De ez abszolút ugye egyéni döntés. Mi is inkább abba az irányba megyünk, hogy a teljesítményre fókuszáljunk. Szerintem ez a kulcs kérdés ebben. Szóval lehet mindenről beszélni. Én is kapom jobbra balra az ötleteket, hogy ilyen kreatív, meg olyan kreatív, meg beszélj arról. A teljesítményénél nincs fontosabb alap marketing szempontból. Az adja el. Akkor vagy eladható, hogyha a teljesítményed az megkérdőjelezhetetlen. Nem egy hétig, nem két hétig, nem három évente, fél évre, hanem folyamatosan megkérdőjelezhetetlen a teljesítményed. Szerintem 3 gyerekes családapa lesz. Oké. Okay. És? És visszavonult játékos? 3 év még nem, mert 2022-ig van szerződés a Barcelonával, plusz egy év opció van. Aha. A két kislányát mindenféleképpen szeretné, hogy minél tovább a spanyol oktatási rendszerbe tudja tartani. Az, hogy mi történik 23 után nem tudjuk, viszont azt tudjuk és látjuk, hogy az Ádám már most meghatároz alakja a Barcelonának és amit képvisel a klub. Én tudom, hogy Euroligát és LCB-t fognak nyerni. Hát legyen így. Dominik, hol lesz 3 év múlva? Én semmi más nem szeretnék, én csak boldognak szeretném látni, mert pontosan tudom, hogy ha boldog, akkor ő ott akkor lesz. Hasít. Akkor ő ott hasít. Lesz, ahol 3 évvel lennie kell neki. Ez neki elég határozott elképzelése van a saját teljesítményéről, képességeiről és a céljairól. Úgyhogy ha ő rendben van, emberileg rendben van, akkor jó helyen lesz, és most is azt érzem, hogy nagyon rendben van. Charity. Think wise. Share smart. Fucsovics Marci nagyon nagy kutyabarát, állatbarát, és hát soha nem kommunikálta ezt, nem beszélt erről, hogy ő menhelyeket segít. És akkor ezt nyilván megtudtuk, és akkor mondom, Marci, azért ez egy olyan hír, ennek hírértékben azért ezt szerintem mindenképp osszuk meg, tehát hogy azért... Legalábbis letitkold el. Igen, tehát ez nem kell letitkolni, ez egy nagyon... És abszolút ő is mondta, hogy persze, csináljuk, és ez egy jó... Akkor Bai Balázsról kéz a kézbe neki az ilyen ügyekben, ugye, akinek szintén nem csak állatorvosként, de egyébként is nyilván ez egy nagyon igen, fontos de nagyon fontos, ugye, én azt gondolom, a gyermekeket is segíteni, ugye itt tényleg sok sportolónak, ugye most azért a vírus miatt sok mindent ugye elvettek, máshogy alakul, ami nyilván meg lehet érteni, de ebben és akkor mi próbálunk itt mi is nyilván segíteni, ugyanúgy, hogy a beteg gyerekeket neki is, és nem csak ami a sportra vonatkozik. Persze. Tehát nekem személy szerint is nagyon fontos, meg a cégünknek is ez egy nagyon fontos. Charity. Think wise. Share smart. Ha őszinte és hiteles válaszokat szeretnének a sportvilágból, akkor kövessék a műsoraimat a Csisztu Channel YouTube csatornán, és az egyéb podcast felületeken is. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!
műsor partnerei a Charity, a Victoria Varga és a Zema Porcelán Ékszerház. A helyszínt a Harics Park biztosította.